Nyali, jó üdvözletem mindenkinek, áldassék a gyümölcs, én Zsolt vagyok, ez pedig itt a Zsoltán Youtube csatorna. Na, hát 2022, mennyi kettes, megkerültük a napot egyszer, jó, megünnepeltük, de van, ami nem változik, erről mindig mindjárt beszélni is fogok. Sajnálom, egy kicsit egyébként egy ilyen videóval kell kezdeni az új évet, de Na, ami az elmúlt ö, hetekben, napokban történt, az, ö, hát az elég bicska volt. És Muszáj erről szerintem beszélnünk, nem szabad homokba dugnunk a fejünket, és hát egy körülbelül 800-an küldtetek el kettő darab cikket, meg kettő darab komment szekciót, ezért úgy gondoltam, hogy, hogy mindenképpen megpedzegetjük a témát. De még mielőtt ebbe belemennénk, és nem túl vidám dolgokról beszélgetnénk, előtte szeretnék nektek mondani vidám dolgokat is. Az egyik kis kolléganőnket előléptettük, így hát megüresedett a felszolgálói pozíció, egy darab felszolgálói pozíció megüresedett a, a, az étteremben Úgyhogy érzel magadban craftot, tapasztalattal rendelkezel. Hát azért angolul illene beszélni, mert most már elég sok a külföldi vendégünk, akkor az álláskuk az zsotány.hu-ra külder, kérlek az önéletrajzodat. Figyelj, nem azt várjuk, hogy 16 év után átigazolj hozzánk a Gundelből, félreértés nehézség, de azért mondjuk tálcátányért tudják tudjál megfogni, a termélyetik valamelyest ismert. És nagyon szeresd ezt az egészet, mert nálunk, nem, nálunk már nem, ez egy, nem egy étterem működik így, hanem tehát nem, a miénk az már nem egy étterem, hanem az már egy ilyen közösségi tér, az már egy ilyen kis család, és az emberek de tényleg nagyon nagy szeretettel járnak. Úgyhogy, úgyhogy hajrá, asztal foglalós link lent, illetve az is elképzelhető, hogy hamarosan, hát nem annyira hamarosan, de mindegy, a közel jövőben egy hatalmas bomba hírrel foglak titeket meglepni. Éppen ezért, nem a közeljövőben, hanem már most keresünk egy darab szakácsot is a, a, az étterembe, úgyhogy egy szakácsot szeretnénk pluszba felvenni hozzánk. Itt is azért nyilván az, hogy te szakács legyél papíron, az egy nagyon fontos kritérium, illetve, hogy tudjál főzni, mert azért már találkoztunk olyan próbanapossal, akin, akin kifogott a besemel. Na mindegy, úgyhogy szakács pozícióban is van egy megüresedés, ha nem is te, akkor küld el egy ismerősödnek, hogy szakácsokat keresünk, és Zoli főszakács urunk hamarosan elkezd interjúztatni erre a pozícióra, és mind a kettő néletrajzat az álláskokat zsoltány.hu-ra tudod elküldeni. Na de... Ja, 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 és ma este 9-kor a Pesti tévét kivételesen érdemes lesz nézni, ugyanis élőadásban elfogadtam egy meghívást Jessihez, úgyhogy hát ma este 9-kor politikai hobbista. Na de, kicsit bevezetésnek még mindig maradva az étteremnél, Kézzétek el, hogy azt akartam, csak direkt nem mondtam, mert tudtam, hogy akkor itt meglódulnak a, 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 vélemények a Google-ön, hogy a, az ezredik Google kommentelőt egy kétszemélyes ö, vacsorára vagy ebédre meghívjuk. Mutatom nektek az ezredik Google kommentet. Az az igazság, hogy amióta Attila barátunk lelájvozta azt, hogy én milyen csúnya, rossz, gonosz módon viselkedtem vele, azóta a Kinder Commando az rendszeresen itt lövilánk az egysillagokat az étteremre. Szóval korábban is elmondtam, ilyenkor nem engem büntettek, meg ilyenkor nem velem szívóznak, hanem azzal az X emberrel, aki ott dolgozik, és na mindegy, ne is menjünk ebbe bele. És, és jönnek ezek az egycsillagos dolgok. És van, amit eltávolít a Google, van, amit nem. Értem szerint ez az ember soha nem járt az éttermünkbe. Ha járt volna az éttermünkbe, akkor pontosan tudná, hogy, ő, hogy az, amiket ő itt leírt, az, az, nem igaz. De milyen fura egyébként, hogy még ő is azt mondja, hogy tele van az étterem. Most nem tudom, hogy ez boknak kell levennie, vagy sem. A lényeg az, hogy, hogy, és hogy miért mutatom meg ezt a kommentet? Azért, mert az elmúlt, szerintem egy-másfél hétben nagyon sok kommentet olvastam. Én szoktam kommentet olvasni, és tudjátok, hogy válaszolok és nem csak a Youtube-on, Facebookon is. Hát én ott vagyok, beszélgetek, sokan azt mondják, hogy jaj, hát ez olyan szinten alul, meg rangon alul, meg nem méltó, de azért nem a Beyoncé vagyok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a párbeszéd ez nagyon fontos, éppen ezért szoktam is válaszolni kommentekre. és most itt a teljesség igénye nélkül kezdődött azzal, hogy én egy rtl interjúban elmondtam azt, hogy nem nemes egyszerűséggel, ha nem sikerül itt családot alapítanom, akkor majd emiatt külföldre fogok menni, és akkor ott fogadok örökbe. De ezt én nagyon sokszor elmondtam. Most ezt minden sajtóorgánon felkapta, és a legválogatottabb, legundorítóbb leg, kommentekkel egészen addig, hogy, hogy én gyerekekkel szexelek, hogy kötelet érdemlek, és hogy, és, hogy, és, hogy társai. Nagyon-nagyon mélyre sikerült menni ezekkel. Holott ugye azt mondta mindenki azt, hogy kit érdekel, kit érdekel ez a buzi. De ha téged nem érdekel ez a buzi, hogy ők majd külföldre megy gyereket örökbe fogadni, akkor miért kommentelsz egy ilyen cikk alá? Ugye, hogy ez mennyire érdekes, és mennyire fontos, és, és, és mennyire visszás, hogy nem érdekel, de mégis odaírsz. De mindegy, ezeket el tudom engedni, mert közben meg, hogy kapom ezeket a kommenteket tőletek, Rengeteg pozitív visszajelzést kapok, és rengetegen ö, 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 biztosítotok a felől, hogy hogy adott esetben, hogyha nem tudom, a mária frassé fraszéról videóznék, akkor is ö, követnétek. Úgyhogy ez volt az egyik. A másik ugye nagy portkavart szilágyi Liliánának az interjúja, amiben azt állítja, hogy az ő ö, édesapja nem csak verbálisan, hanem fizikailag és szexuálisan is bántalmazta őt. Euh, illetve az édesanyját. Na most euh, szeretném leszögezni, és lehet, hogy ezért a fejemet veszi majd valamelyik emberjogi aktivista, hogyha valaki euh, áldozata lesz egy ilyen, egy ilyen borzasztó cselekménynek, bűncselekménynek, az semmiképp sem jó sajtó vagy jó marketing, csúnya szóval érve, de sajnos az a baj, hogy ez az volt hogy hátrakötözött kézzel beállított stúdiófotókat csinálunk, és ezt osztjuk meg. Valószínűleg van egy szar sajtósa, vagy egy szar kommunikációs ö, ö, tanácsadója ennek a lánynak, aki azt gondolta, hogy fúli ezt úgy kell megmutatni, hogy, hogy neked, nem tudom, monoklit festünk, és hátrakötjük a kezedet. És félreértés ne essék, én tökre bírom, hogy vannak olyan kampányok, amik így szemléltetnek, amik, amik, mit tudom én, tehát, hogy a legdurvábbak megmutatják a baleset melletti hullazsákot, hogy ő már nem ér haza az anyukájához diszkó baleset után társai. Én híve vagyok ezeknek az errettentéseknek, egy esetben nem, ha ezt magával az áldozattal csinálják. Én személy szerint azt gondolom, de biztos, hogy vannak pszichológusok, akik ezt meg tudnák erősíteni, hogy, sőt, tehát ugye korábban én beszélgettem a a, a Krisztával, a, a Lil G-nek a megerőszakolásának az ügyében, aki azt mondta, hogy vannak szagok, vagy mondjuk az eső, vagy olyan hangok, amik, amik ilyen posztraumás dolgokat okoznak, és nem es egyszerűséggel, tehát hogy megkötözni valakit, monoklitsminkelni neki, kisírt szemeket illusztrálni egy olyan lányt, aki ezen egyszer már átment, semmiképp sem jó ötlet. Sőt, hogyha ő ezt magától találja ki, én azt gondolom, hogy akkor is le kell róla beszélni. Szóval, hogy visszások voltak ezek a képek, és nem gondolom, hogy kéne így csinálni, és én is követtem már el hasonló hibát egyébként um, korábban, és már ezt egyébként én is egy picit másképp gondolom, Függetlenül attól, hogy ott nem én voltam az áldozat, ettől függetlenül én azt gondolom, hogy az áldozatot nem hozhatjuk még egyszer ilyen helyzetbe, hogy hogy beállít a stúdiófotókon, ö, elevenítjük fel a, az ő szexuális abúzusait, meg fizikai abúzusait. Ha Lili döntött így, akkor pedig még egyszer mondom, hogy ezt valakinek le kellett volna beszélni, de az, hogy hogy a komment szekcióban megkérdőjelezzük ennek a lánynak a, a, a küzdelmeit, a fájdalmait, ezeket a bűncselekményeket. Az, az egyáltalán nem oké. Sőt, egészen odáig el tudunk már menni, hogy hogy, hogy, a lányt kezdjük el hibáztatni. És ez egy nehéz téma, mert a másik oldalról ugye ott van az ártatlanság vélelme, ami, ami pedig az apukát illeti meg, és az apuka, illetve a tesója, a Lilinek úgy nyilatkozott, hogy ezek a dolgok nem történtek meg. Éppen ezért én azt gondolom, hogy, hogy mindent a helyén kell tudni kezelni, ami lehető legnehezebb. De te tudod, hogy hogy tudod a helyén kezelni? Hogyha nem, nem tudod, hogy kinek higgy, ha nem tudod, hogy kinek adj igazat, és hozzáteszed, nem is a te dolgot feltétlenül igazat adni itt valakinek, az, amit Lili mondott, én azt gondolom, hogy ilyet kitalálni feltétlenül nem lehet. Ö, sokan gondolják azt, hogy az úszásban való kudarcát próbálja meg Lili így, ö, ö, hogy mondjam, leplezni vagy megmagyarázni, és ennek valóban egyébként a stúdiófotók nem tettek túl jót. Az én személyes véleményem viszont az, hogy ilyen dolgokról beszélni, ilyen dolgokat elmondani, pláne tudjuk azt, hogy milyen jogi következményekkel járhat, hogyha kiderülnek ezek, hogy ez, hogy ez mind nem igaz. Ö, szerintem ilyet nem talál ki az ember. Ahhoz, ahhoz nagyon súlyos, nem tudom, szociopatának, sziopatának, elmebetegnek kell lenned, hogy, hogy ilyet kitaláljál. Minden mellett viszont ott van apukának az állítása, hogy ő pedig nem követte el ezeket a dolgokat. Erre van egy bíróság nevű intézmény, erre van a mi jogrendszerünk, és bízom benne, hogy, hogy a végére fognak járni, ítéletet fognak hirdetni, viszont addig azt, hogy akár az áldozathibáztatásnak a legkisebb formáját is elővegyük, az nincs rendjén. És hogyha te azt is gondolod, hogy ez a szenzációhajhászat Lili részéről, amit én most kizárnék, de mégis, hogyha te ezt gondolod, akkor gondolj abba bele. És gondolkodj úgy, hogy ha viszont más mással ez tényleg megtörtént, és elolvassa ezt a komment szekciót, és egy ilyen környezetben van jelenleg, ahol az apuka bántalmazza őt, és azt látja, hogy Szilágyi Lili kiállt, de vannak sokan, akik nem hisznek neki, vagy nem támogatják, és őt hibáztatják, akkor ez a lány, vagy ez a fiú, aki ilyen helyzetben van, ő nem fog merni majd kiállni, és nem fog merni segítséget kérni. Ne csináljátok, emberi életeket veszélyeztettek. És ha már áldozat, és áldozat hibáztatás, és és, és, durva kommentek, akkor, ö, akkor beszéljünk egy kicsit Homonai Gergely haláláról. A napokban érkezett a hír, hogy, ö, hogy Homonai Gergőt egy, ö, egy fürdőben, egy szaunában, egy melegek által közkedvelt szaunában holtan találták. E, eddig meg nem erősített források szerint kábítószer gyanús anyagot találtak ott a környezetében, és az sem kizárt, hogy, hogy használta, és az sem kizárt, hogy nem. És mégis érdemes megnézni, hogy liberális oldalról és kormányközeli oldalról ki hogyan emlékezik meg róla. És érdemes egyébként ezeket a kommenteket is megnézni. A kormány oldalról többnyire ö, viccelődnek a halálával, a droggal, a melegségével, ö, és önmagában ezzel az egésszel és ez nem feltétlenül a nagy megafon által megmondó emberekre gondolok, bár egyébként ott is láttam olyat, aki mindenképpen fontosnak tartotta hozzátenni a részvét nyilvánításhoz, hogy bár ő korábban Orbán Viktor halálát kívánta, mi csak egyszerűen őszinte részvétünket fejezzük ki, elég lett volna az őszinte részvétünk, és maradjunk annyiban. Én azt gondolom, hogy euh, én nem vagyok a halottról vagy jót vagy semmit híve, ellenben mégis azt gondolom, hogy ilyenkor nagyon sok embernek, ö, nagyon sok ember gyászol. A gyásznak rengeteg formája van, de nagyon sok embernek tudunk fájdalmat okozni azzal, hogyha úgy nyilvánulunk, úgy nyilvánulunk, meg egy haláleset után, ha, ahogy sokan Gergő halálával kapcsolatban. Sok mindenben nem értettem egyet a Gergővel, és sok mindenben én is azt éreztem, hogy, hogy más a véleményünk, vagy máshogy fogalmaznám meg azt a véleményt. Ettől függetlenül nem jut na az eszembe, hogy ezt én így mondjam el, vagy így tegyem ki valahova, hogy amikor a Gergő azt mondta, hogy nem tudom, na azt aztól én hánytam, de azért őszinte részvétem. Nincs ilyen, hogy de azért őszinte részvétem. Őszinte részvétem van, szerintem ennyi bőven elég. Úgyhogy Független attól, hogy mondjuk te hova húzod az X-et áprilisban, attól még nem kell egy tacajparasznak lenned, és nem kell másnak a halálával viccelődnöd, és nem kell azért, mert ti nem értettetek egyet bizonyos dolgokban, vagy nem volt azonos az ideológiai meggyőződésetek, azért homonai gergely sírján ugrálni. Ezért nem, nincs értelme. Ugyanakkor viszont a másik oldalról, a bal oldalról, ami pedig egészen elképesztő, hogy szintén a kampány célra használunk egy halálesetet, Ettől is óvaintenék minden politikust is, értelemszerűen, de csak egyszerűen ő ellenzéki szimpatizást is. Gergő ott volt ebben a fürdőben, történt, ami történt, nem tudjuk, ezért a rendőrség nyomoz, ellenőrzi a hívás listáját, nézi a környezetét és társait. Tehát azt gondolom, hogy, hogy ami nagyon fontos, hogy ezt meg kéne várni. És nem kéne már most kampány célra használni és pedzegetni ö, különböző ellenzéki aktivistáktól, szimpatizánsoktól, hogy lehet, hogy őt megölték, lehet, hogy őt ö, nem tudom, valakiről valami olyasmit tudott. Legyetek benne biztosak, biztos, hogy a Gergő valakiről valami olyasmit tudott, én is van, akiről valami olyasmit tudok, és mindenki valakiről valamit olyasmit tud, amiért ha nem is lehetne megölni, de meg, meg lehetne próbálni elhallgattatni. De... Én nem, gond, nem kizártnak tartom, hogy a Fidesz egy bérgyilkossal megölette volna Homonai Gergelyt egy római melegszaunában. Nem tudom, csak azért, mert azt gondolták, hogy ő az ördög ügyvédje. Tehát, hogy ebbe politikát értem én, hogy miért viszünk bele, hiszen Gergely egy politikai aktivista volt, de ez már nekem is olyan konteós, ez már nekem is annyira sok, ez már nekem is annyira. Hollywood, és, és, és annyira, annyira ilyen, hogy valamiért, valamiért, ettől én amikor megláttam ezeket egyik oldalról, másik oldalról, én azt mondtam, hogy nem lenne elég tényleg csak annyi, hogy őszinte részétem, hogy emlékezni fogunk rád. Úgy látszik, hogy nem. És akkor mondanék egy, egy, egy másik példát is, egy, egy igazából egy ellenpéldát, ahol meg túltoljuk az együttérzést és a gyászt. Damur Roland meghalt. Az, hogy a Vajna Timi oldalán milyen megjegyzések a, a eső kurvától, a fekete özzelig, a tönkretettelekig, um, milyen kommentek és megjegyzések kerültek ki, hát az azért gyönyörű lakmuszpapírja ennek az országnak. Tehát, hogy azt a lány bántalmazták, és megint csak az áldozat hibáztatás. Timinek nem volt köze közvetlenül Damuroland halálához. Kétségtelen egyébként, hogy a lelki dolgai és a, a, a megviseltségéhez igen. Ettől függetlenül nem lehet Vajna mit hibáztatni Damuroland haláláért. De most nem is erről akarok beszélni, mert ezt már azt gondolom, hogy a Lilis résznél kifejtettem. Inkább arról szeretnék beszélni, hogy remélem mindenkinek tiszta a lelki ismeret, és mindenki ö, úgy gondolja és úgy érzi, hogy megtett minden tőle azzal, hogy kiírta, a jaj, Rolandkám, úgy fogsz hiányozni, jaj, Rolandkám, elmentél kíváncsi vagyok, hogy ezek az emberek, amikor ez a Roland könyörgött a pénzért, mert nem volt mit ennie, hogy mennyit utaltak neki, vagy hány tál húslevest vittek. Ezek az emberek előadták itt a hattyó halálát, hogy meghal Damorand, és Úristen, mekkora művészt, mekkora embert veszítettünk, és mi lesz most velünk? Életében ezek az emberek hol voltak? Életében ezek a hihetetlenül nagy sztárok hol voltak? Miért nem vitték magukkal fellépni? Miért nem vitték magukkal egy étteremben mondjuk, vagy, vagy, vagy miért nem voltak ott mellettem? Olyan emberek, nem tudom, a Lagzilajcsi esetleg tudott valamit, mert mindig a Lagzilajcsi, ilyenkor van az, hogy valaki meghal és rá egy-két hétre jön a Lagzilajcsi, hogy ő tud valami titkot a halottról. Nem tudom, hogy Lagzilajcsi feltűntem már, de, vagy a Fási Ádám. A lényeg az, hogy, hogy nem lehetne megtalálni ebben az arany középutat, vagy nem lehetne mondjuk semmit nem kiírni, vagy odaírni. De az bazd meg, hogy Damu Roland halálát tényleg ettől zenget minden celebnek, minden hírességnek az oldala, hogy ő most telesírja a himzet zsebkendőjét, mert hogy meghalt Roland, de életében rá nem rúgták a, a, az ajtót, de, de tényleg, tehát hogy szartak rá, úgy haldoklott ez az ember, tényleg előttünk, lájvokba haldoklott, és, és akkor van pofája van, akinek ezzel lájkot like gyűjteni, jaj szegény Damu Roland, Elgondolkodtató. Hát kíváncsiak voltatok a véleményemre ezekkel a dolgokkal kapcsolatban. Én elmondtam, én azt kívánom, hogy 2022-ben csak vidámabb, és csak szellemesebb, és csak jobb videókkal tudjanak majd titeket meglepni. Hamarosan nekiállunk az egy kanapén következő évadának, az egy szuper dolog lesz. És hát, és hát jövünk, üzzük, hajtjuk, csináljuk, nagy meglepetésekkel készülünk nektek idén. A ti meglepetésetek viszont legyen az, hogy amikről itt beszéltünk, tovább viszitek. És ha ti nem ismert, én bízom benne, hogy ti, akik ezt a videót nézitek, nem feltétlenül vélekedtek így. De ha van valaki ilyen az iskolában, a kollégátok, a páratok, a gyereketek, a szüleitek, akkor próbáljátok meg erről vele beszélni. Higgyétek el, beláthatatlan következményei lesznek, hogyha nem vesszük elejét a, a, az internetes abuzálásnak és én bírom meg, én megedződtem, és én azt gondolom, hogy valamilyen szinten dolgom is ezeket elviselni, de nem mindenki van ezzel így. Úgyhogy legyetek kedvesek, és vegyetek erőt magatokon, és legyetek kedvesek. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, találkozunk hamarosan. Ma este 9 órától pedig a Politikai Hobbistában élő adásban láthattok, ne felejtsétek el. Hát jeszivel meg nem tudom még kik lesznek ott, kíváncsi leszek, mi lesz, találkozunk este, legyetek jók, sziasztok!